Dombóvár életében a legjelentősebb változás az, hogy az a politikai csatározás és közéleti nyugtalanság, mely jellemezte az elmúlt éveket, megszűnt. Mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Nyugodt közélet alakult ki, illetve van kialakulóban. Ez a közéleti vagy politikai légkör kedvez annak, hogy végre a városban élők összefogjanak, közösen alakítsák ki a terveiket, és ezeket a terveket közösen valósítsák meg. Én úgy gondolom, hogy ehhez minden segítséget meg fog adni a magyar kormány, illetve nyilván a megyei pénzelosztások, illetve a topos források, amik a megyéknél vannak, azok is nagyban hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy mind a vállalkozók, mind pedig az intézmények, akár önkormányzati, akár állami intézményekről legyen szó, azok egyre jobb helyzetbe kerüljenek, illetve folyamatos fejlesztési forrásokhoz juthassanak hozzá majd a következő esztendőkben is. Jelentős számú forrás állt rendelkezésre az elmúlt esztendőben a fejlesztések lebonyolítására. Részben állami, részben megyei döntések eredményeként a választókerület egészét nézve közel 3 milliárd forint jutott az elmúlt esztendőben. A térségemben három város található, Dombóvár, Bonyhád és Nagymányok. Ezek közül Nagymányok is tud a Magyar Faluban pályázni, mert ott 5000 főig lehet a településeknek pályázni. Azt mondhatjuk el, hogy 2020-ban több mint 3 milliárd forint jött be támogatása különböző programok által. Ezek nagyon fontos források voltak, mert hozzájárultak ahhoz, hogy ne csak a városok tudjanak továbbfejlődni, hanem egy látványos fejlesztés indulhasson be a kisebb településeken is. Dombóvárnál fontos még megjegyezni azt, hogy egy rendkívül nehéz pénzügyi helyzetet örökölt meg az új képviselőtestület, illetve polgármester úr. Ezt nagyon gyorsan rendbe kellett tenni. A kormány segítségével két pályázatnak köszönhetően kb. 140 millió forintot nyert el a város. A költségvetését, illetve a pénzügyeit a városnak rendbe tették, és ebből tudnak majd tovább lépni. Ugyanakkor pedig fejlesztési források is érkeznek, akár önkormányzati, akár intézményi szinten, akár pedig a vállalkozók felé. Éppen a 3 milliárd forinton felül, ami a körzetembe érkezett, éppen egy nagyon új információ, illetve hír, hogy a kormány Dombóvár önkormányzatának 250 millió forintos támogatást nyújtott, egy topos támogatást az ipari parkba. Úgyhogy ez megint csak hozzájárul ahhoz, hogy végre a gazdasági fejlődés is be tudjon indulni a térségben, illetve a térség nyugati részén. Amikor egy-egy utat újítunk fel, vagy kultúrházat, vagy orvosi rendelőt újítunk meg, vagy óvoda fejlesztésről legyen szó, akkor is a helyi építőipart támogatjuk. Úgyhogy gyakorlatilag ez mind ezeknek az összegeknek a nagy része helyi vállalkozóknál marad, és a helyi gazdaságot tudja fejleszteni, de amit az előbb éppen mondtam, az ipari parknál ugye az a 250 millió forint az itt fog maradni, illetve a helyi gazdaság fejlesztését szolgálja. Tolna megye déli területe, vagy a Bonyhád környéki részek fejlődnek a leggyorsabban. Szeretném azt elérni, hogy a térségem ilyen szempontból is egységes legyen, hogy Dombóvár is ehhez a fejlődéshez fel tudjon zárkózni. A jövőre nézve továbbra is a helyi gazdaság fejlesztése élvez prioritást, mondta Potápi Árpád János. Ha a gazdaságot, a helyi gazdaságot tudjuk fejleszteni, akkor annak a haszna nyilván helyben marad, illetve az embereknek olyan munkájuk lesz, ami egyre inkább magasabb fizetésekkel fog járni, és így a családjaiknak tudnak jövőt nyújtani. A gyerekek pedig nyilván helyi óvodákba, iskolákba járnak, középiskolákba, és reményeink szerint egyre több diplomás fiatal tud visszajönni, és helyben munkát találni. Ez a legfontosabb. Így tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy ez a térség majd a következő évtizedekben is tudjon fejlődni. Reméljük, hogy a világ a normalitásba vissza fog állni,
azok, akik pedig esetlegesen elveszítették a munkahelyüket, újra munkát találnak, mert egyébként, ha nem jött volna a járvány, a gazdaság soha nem látott módon fejlődött 10 éven keresztül, és ez a fejlődés tovább fog folytatódni.